ökumenikus imahét szerdán a baptista templomban imádkoztak. A mozis szakma rejtelmeiről kulisszatitkok a kultikban. Nagyot küzdött a DKK a Fradi ellen, de elmaradt a bravúr. A dunai városi vízilabdázók már hazai medencében készülnek. Köszönöm a nézőinket, ők a DS TV híradóját látják Dunai Város híreivel. A Dunanet Nonprofit Kft. Január 28-án szombaton gyűjti össze és szállítja el a kidobott fenyőfákat a város teljes területén, mind a társasházaknál, mind pedig a családi házas övezetek esetében. A társaság tapasztalatai szerint a városlakók és január 6-át, azaz vízkereszt ünnepét követően válnak meg a karácsonyfától. Ezekben a napokban több száz darab tűlevelű kerül a kukák mellé. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edényzetek, illetve a rácsostárolók esetében a ketrecek mellé rendezett módon tegyék ki úgy, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. Mint arról már korábban beszámoltunk, településünkön is megrendezték a keresztény közösségek az ökumenikus imahetet. Négy helyszínen négy alkalommal imádkoztak közösen. A szerdai eseménynek a baptista templom adott otthont, ahol Stermecki András evangélikus lelkészt hallhatták a résztvevők. Az egyetemes imahét harmadik alkalmának a baptista templom biztosított helyszínt. A kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a világ keresztény közösségei minden év január 3. hetén közösen imádkozzanak a keresztényekért, és azokért is, akik nem járnak templomba. A szerdai alkalom nyitánya előtt Braun Ervin, a baptista gyülekezet vezetője osztotta meg a gondolatait. Itt Dunajvárosban most a görögkatolikusok, a reformátusok, az evangélikusok és mi magunk baptisták vagyunk négyen, akik ezt az alkalmat minden tőlünk telhető időben megtartjuk. Ez nyilván azért szól, hogy a keresztény egységet, a közösséget építsük. Tehát azon munkálkodjunk, ami a keresztény népet összetartsa, és ne azon munkálkodjuk, ami egyes feledkezeteket széttaszít. Braun Ervin hangsúlyozta, az imák minden emberért szólnak, hiszen mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Az ima hét valójában arról kéne, hogy szóljon és szól is, hogy imádkozzunk az emberekért. És ne csak azokért, akik itt vannak a templomban, ne csak azokért, akik valamelyik közösséghez tartoznak, hanem azokért is, akik nem tartoznak egyetlen keresztény közösséghez sem, holott ugyanúgy Isten teremtményei. Ugyanúgy Isten, ő érettük is feláldozta az egyszülött fiát, ugyanúgy érettük is szenvedett Jézus az ő fájdalom útján. Tehát végül is fel van kínálva az örök élet lehetősége mindenki számára. Még annak a számára is, aki most még jelenleg Isten tagadó. Vagy inkább elmegy a templom mellett, és nehéz neki a küszöböt átlépni. Az imahét során egy-egy helyszínen más-más keresztény közösség vezetője hirdette az igét. A szerdai alkalom Stermecki András evangélikus lelkész közreműködésével zajlott. A mai napon a könnyekről lesz szó, a szenvedőkkel történő együttérzésről lesz szó. A szenvedők könnyeit kell meglátnunk, hiszen fontos az ember számára az, hogy másokkal közösséget vállalja. Nem csak a boldogokkal és az örömködőkkel, hanem a sírókkal is együtt kell lennünk. Így most egyébként is az imahét aktuális témája mindig a szenvedőkkel történő imádság, az üldözött keresztényekért különösen is, és pont a mai nap a hegyi beszédből, Máté evangéliumából szól Isten igéje hozzánk, a 8 boldogmondás egyike, a második, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A lelkész azt mondta, a megfogalmazott üzeneteket a mai korban is értelmezhetjük. Sőt, az egyre nehezebb életkörülmények sokakat gyengítenek meg, de szabad sírni és szabad gyengének lenni. Talán a mai életben, a mai világban fontosabb lenne az embernek többet figyelnie a belső dolgaira. Nagyon elcsépelt és rossz szájízű szó az érzékenyítés, éppen ezért én inkább azt mondom, hogy forduljunk Isten felé, az ő igéje felé, vegyük észre a szenvedőt, a sírót, és mi magunk is akár bátran vállaljuk a könnyeinket. Egyre keményebbek az életkörülmények, és nem vállaljuk fel azt, hogy mi is olykor
elérzékenyedünk, elesünk, gyengék vagyunk, bátran sírjunk. Az ökumenikus imahét pénteken a görögkatolikus templomban zárult, ahol Braun Ervin gondolatait hallhatták a résztvevők. Egy érdekes technológia és ezzel együtt egy érdekes szakma rejtelmeiről tudhattunk meg érdekességeket a napokban. Kutasi Sándor már hosszú évek óta dolgozik a helyi moziban, a Kultik Dunajváros vezetőjeként az intézmény gerincét jelentő digitális vetítőgépet mutatta be. Bizonyára legtöbben már voltunk moziban. A jegyvásárlást és a már-már szükségesnek mondható nassolnivalók megvásárlását követően beülünk a terembe, majd kihújnak a fények, és a vásznon megjelenik a film. Ennyire egyszerű. Vagy mégsem? A helyi moziban 2013 óta egy digitális vetítőgép biztosítja az élményt a látogatóknak. Ez a gép már teljesen digitális, a forgalmazó Winchestereken juttatja el a filmeket a moziknak. A filmeket egy digitális kód segítségével vetíthetik. Ez a kód védi az alkotásokat a lopástól is. A téma feldolgozásában Kutasi Sándor volt a segítségünkre. Digitális vetítőgép Dunajvárosban 2013. február 4-én indult. A Hobbit című filmet vetítettük először. Az egy Sony 4K-s vetítőgépen volt. Én nagyon szerettem azt a gépet is használni, meg kellett tanulni a szalagos vetítőgép után ezt a digitális technikát, de azt gondolom, hogy belerázódtunk, a nézők is szerették. Igazság szerint nagyon ők nem vettek észre változást, a fény ugyanúgy, a kép ugyanúgy a vásznon volt, a hang ugyanúgy kijött a hangfalból, de sajnos az évek vagy az idő azt diktálta, hogy a szalagos vetítőgépek korszaka lejárt, és digitalizálni kellett a mozikat, így Dunajvárosban is. A digitális vetítőgép egy fontos tulajdonsága, hogy a nézők által látott műsorfolyam gyakorlatilag programozás eredménye. Digitálisan állítják össze a reklámok, filmek sorrendjét, a különböző kötelezően feltüntetendő látványelemeket. Ha megkapom a filmet egy Winchesteren, akkor tulajdonképpen azt a filmet nekem fel kell tölteni a vetítőgépre, elé kell tenni az aktuális reklámokat, hogyha vannak, illetve forgalmazó által kért előzeteseket, és minden esetben ezek korhatárát is muszáj, hogy elétegyük, anélkül a film nem vetíthető Magyarországon. Elkészítjük a show-t, benne van a film, megérkezik a hozzátartozó kulcs, és onnantól kezdve, amit a néző lát, azt mi programozzuk be, milyen sorrendbe, milyen hangerővel, és tulajdonképpen minden egyéb paramétereit milyen optikával vetítsük ki. A szakember arról is beszélt, hogy az úgynevezett szalagos időkben ez a munka sokkal körülményesebb volt. A szalagos vetítőgépek korában ugyanis filmtekercseken érkeztek a filmek, amelyeket egészen addig helyben kellett tárolni, amíg vetítették a filmet. A filmtekercseken található filmszalagok ráadásul rendkívül sérülékenyek voltak, könnyen szakadtak. Egy-egy hosszabb alkotás pedig nem is fért rá egy filmtekercsre. Ilyen esetekben két összekötött vetítőgépre volt szükség, és manuálisan kellett a szalagokat cserélni vetítés közben. A Kultikban még megőrizték a 2013 előtt használt eszközt is. Régen a filmek nem egy tekercsen érkeztek, hanem például mondjuk egy Titanic című film az 10 felvonásból állt, 10 tekercsből állt, és nem egy vetítőgép volt a moziba, hanem kettő, úgynevezett páros és páratlan vetítőgép. Az egyes tekercset fölfűztük az egyik gépre, a kettes tekercset ugyanakkor bekészítettük a másikra, és tulajdonképpen egy tekercs az nagyságrendileg 20 percig tartott, és az utolsó fél percben mi már a gépházból csak a vetítővászonnak a jobb felső sarkát néztük, ahol különböző váltójelekkel tudtuk, hogy el kell indítani a második vetítőgépet, és mi ezt jól csináltuk, akkor a néző ebből tulajdonképpen nem vett észre semmit. Kutasi Sándor szerint érdekes kérdés, hogy hová fejlődhet majd a digitális technika, hiszen a 35 mm-es technológia közel 100 évig változatlan volt. A jövő tehát rejtélyes, de a szakma iránti eltökéltségét ez nem befolyásolja. A bajnok esélyes Ferencváros elleni összecsapással folytatta a bajnoki küzdelmeket a DKK, a felnőtt együttese. Rapatyi Tamás tanítványai nagyot küzdöttek, de végül nem jött össze a bravúr a 27-33-ra végződő mérkőzésen. 27-33-as vereséget szenvedett a bajnok esélyes Ferencváros házigazdájaként a DKK a felnőtt együttese. Az eredmény ellenére nagyot küzdött a dunaújvárosi csapat, bár leginkább a Ferencváros dominált. A találatok számában végig szorosan követték a vendégeket. A mérkőzés vége felé azonban a pontatlanságok és hibák kezdték megbosszulni magukat. Ráadásul a Ferencváros sem lassított, így végül nem sikerült kozmetikázni a 27-33-ra végződő eredményen. A lefújást követően a csapatok képviselői értékelték
énekelték a pályán látottakat. Hát nehéz volt. Ugye nyilván nagy menetelésben vagyunk, és nagyon sok sérültel, beteggel. Úgyhogy én számítottam rá, hogy nem lesz könnyű, és tegnap azért ebben munkát is raktunk. Igaz, hogy azért módjával, de azért munkát is raktunk. Ez ilyenkor nagyon nehéz, tehát ez a három naponta mérkőzést kell játszani, és ezért a fókuszt fenntartani az ilyenkor. Ez azt gondolom, hogy a védekezésünkön látszott meg, az ígyszer kihasználásunkon, de azért hozzáteszem, hogy egy nagyon-nagyon jó játszó, tudatosan, ötletesen, felszabadultan kézzabdázó Dunajváros volt az ellenfelünk, amelyik azért nagyon komolyan megnehezítette a dolgunkat. Én nagyon sajnálom, hogy még egyszer mondom a védekezés, mert itt nagyon kevés segítséget kapott a Januri Kinga. Ebbe azért nagyon sok tartalékunk maradt, azt gondolom. Bár nem örül a vereségnek, Rapatyi Tamás szerint ez a mérkőzés erőt ad majd a lányoknak a számukra fontos találkozókon. A játékuk sokat fejlődött, és ennek az építkezésnek meg lesz majd az eredménye. A második fél idő közepétől éreztem azt, hogy fejbe elfáradunk. Akkor is nagyon fegyelmezetten csináltuk azokat a dolgokat, amit előre elterveztünk, hogy milyen szeretnénk végrehajtani. Akkor már sajnos több hiba csúszott ebbe. Én annak örülök, hogy látom a folyamatos fejlődést a csapatban, azt a hitet, hogy bármi történik és vezethet az ellenfél, akkor se adjuk fel. Hársfalvi Júlia szerint sem játszott tökéletes mérkőzést az FTC, hiszen a pontatlanságok miatt jóval szorosabban alakult a mérkőzés, mint ahogy arra számítottak. Egy jó tempójú, kemény mérkőzést játszottunk a Dunajváros ellen. Ahogy Gábor is mondta, sajnos a védekezésünk nem igazán úgy állt össze, ahogy megszoktuk, meg ahogy terveztük. Nem annyira tudtunk segíteni a Kingának, viszont azért a második fél időben ez feljavult, a pontatlan lövéseink miatt szerintem eléggé szoros állás alakult ki, főleg ott az első fél idő tájéken, de aztán örülök, hogy meg tudtunk lépni itt a végjátékban. Nick Victoria szerint is ennél a párharcnál fontosabb volt a játékképe, mint az eredmény. A vezetőedzőhöz hasonlóan abban hisz, hogy a következő mérkőzésekre ebből is tudnak majd meríteni. Nagyon örülök, hogy egy jó mérkőzést tudtunk játszani a Ferencvárossal hazai pályán. Úgy gondolom, hogy amit gyakoroltunk edzésen, mint védekezésben, mint támadásban, azt meg tudtuk valósítani. Nyilván voltak hibáink, ezeket igyekszünk kijavítani, és ezzel a lendülettel megyünk tovább, és várnak ránk a fontos mérkőzések. A DKK-FTC női kézilabda mérkőzés részletes, íresos összefoglalóját a Dunaüres online-on olvashatják el a sportkedvelők. Ahogyan a Fabó Éva sportuszoda december 18-án ideiglenesen bezárt, úgy kerültek nehéz helyzetbe a vízilabdázók is. A két ünnep között, illetve január elején Székesfehérváron tréningeztek Mihók Attila tanítványai, és csak a héten tudták ők is birtokba venni a hazai pályát. A Dunajvárosi vízilabda csapata az Euroligában a legjobb 8 között szerepel, ráadásul egyedüli magyarként jutott tovább a csapat. A hazai bajnokságban pedig veretlenek. Ezek tehát az eredmények, így január közepén pedig az a kérdés, hogy a kényszerű uszodai bezárás mennyire viselte meg a csapatot, mik az elvárások, a tervek. De ennek a csapatnak az elsődleges cél az eddig sem, meg ezek után sem az, hogy hányadik az Euroligában, hanem az, hogy versenyképes csapatunk legyen mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban. Ezért dolgozunk, és még ezért kell dolgoznunk, hiszen attól, hogy most nyertünk 3 meccset, meg x-eltünk 2-t, ezek a játékosok még nem lettek nemzetközi kaliberű játékosok, de látszik, hogy többen is lehetnek azok. Mihók Attilától azt is megkérdeztük, hogy utánpótlás, illetve felnőtt csapat tekintetében mik az elvárások, mit szeretnének elérni. Az utánpótlással az elmondottak alapján azt, hogy maradjanak a gyerekek és legyenek, és szeressék a vízilabdát, és az alsóbb korosztályból kevesen hagyják abba. Tehát csinálják, nyomják végig, legalább az érettségig, versenyezzenek, küzdjenek, harcoljanak. Nyilván ehhez a szövetségnek is hozzá kell tenni azt, hogy mondjuk nem 36 meccs van egy évben, hanem ne adj Isten csak 25, mert akkor mi van, tehát attól még nem dőlne össze a világ. A felnőtt csapattal meg, ja, akkor ennek megfelelően az utánpótlással ez az elvárás. Tehát az, hogy most hány mennyi a mérkőzésnek a végeredménye, ez
Tehát ez egy csalóka dolog, ezzel nem szabad foglalkozni. Nyilvánvalóan az fontos, hogy lássuk, hogy mérkőzésről mérkőzésre ezek a gyerekek fejlődnek, hiszen edzésre járnak, tehát látszania kell az edzés munkának a teljesítményen, de nem, még egyszer mondom, nem feltétlenül azt határozza meg, hogy most 16-15 vagy 12-12 a mérkőzés végeredménye. Nyilván fontos, hogy minél jobb eredményeket érjünk el a gyerek miatt. Azért, hogy a gyerek mosolyogva menjen haza, mert akkor szívesebben jön vissza. Ez az utánpótlásban az elvárás. És az, hogyha van az utánpótlásban kiemelkedő tehetséges játékos, akkor őt óvjuk, vigyázzuk a szülővel, együttműködve, tartsuk benne egész addig a rendszerbe, amíg nem kerül a karmaim közé, és akkor ha odáig eljut, és tényleg olyan képességű, akkor utána már lehet arról beszélgetni, hogy na milyen elképzelései vannak neki majd a jövőben, meg én mit gondolok, vagy mi mit gondolunk, hogy milyen lehetőségei lesznek. A felnőttel meg egész pontosan ugyanazt fogjuk csinálni, amit az elmúlt 10 évben. Reggeltől estig edzünk, és örülünk neki, hogy ez a dolgunk. A dunaújvárosi lányok számára január 21-én folytatódik a bajnokság, akkor a Tatabányát fogadják, és van még egy elhalasztott meccsük decemberről a Bajnokok Ligája szereplés miatt a Fradival szemben, ami február 8-án lesz. A BL-ben egyedüli magyar csapatként óriási bravúrral a legjobb 8 közé jutó együttes a spanyol Mediterránival február 11-én idegenben, majd február 25-én itthon vívja a negyed döntős párharcot. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.